Ugye első félidőben többet birtokolt a hazai csapat a labdát, de viszont de nekünk voltak nagyobb lehetőségeink. A szuper azt volt össze, ahogy a szabad, hogy lehet, aki várja, és aki még is jön. De hogy egy ilyen, hogy elsőnek kívánunk, hogy a pozíciós hibát követünk el, a hazaiak ennyit szereztek. Hát egy tanulmányos szívet van, hogy mondani, ez kicsit stadarki szituáció. A paradoxnál szívhozat nézni, a szabadkívül alkasszol, hogy kicsit szemügyel. Több pont tudásra lókunk, és a egyik sikerül kiegyenlíteni a félidői. A drugi polcsát podobni szenár, viszont szerkotani. Prvi polcsát, a Matumadi, Mecsédezsáni, Mecsédezsáni, Rozili, hlavne po našich chybách. Hogy a második jó formán ugyanolyan volt, mint első. Többet birtokoltál a hazai csapat a labdát. Természetesen a mi hibáinkból is meg oda kerültek a helyzetekhez. Viszont szépen, hogy a rögzőci volt Rubi gól, hogy ez volt egyszerűen a látkodott, hogy elvétlenül ezt a monopontot valami kipadat, csak ők is sem megaltuk, szuper basztról, hogy a Sassili gól. Hogy a döntő volt a második gól, hisz egy, valójában egy labdát, amit úgy gondoltunk, hogy már kimegy kirúgásra, ebből a hazaiak berúgták a gólt, és ez volt a döntő, a második gól. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos mérkőzés volt, pláne a kupa mérkőzés után, ezt is mondtam a játékosoknak, hogy nagyon fontos lenne, hogy az bebizonyítsuk, hogy tudunk úgy futballozni, mint hogy a labdát is ki ellen játszottunk. Én úgy érzem, hogy a mai mérkőzésen is az első perctől kezdve támadólag léptünk föl, megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy már az elején esetleg gólokat szerezzünk. Ha egy kicsit pontosabbak vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy az első fél időben már lehetett volna nagyobb arányú a vezetésünk, viszont egy nagyon szép támadás után pont azokból a dolgokból tudtunk gólt szerezni, amiket gyakoroltunk és előre megbeszéltünk. Hasonlóképpen, mint a Rabotnyicska egy nagyon jó szép mélységi beindulás után a passzra jól érkezett a támadónk, vagy pontosabban kapott egy nagyon jó labdát, amiből gólt fogott. Azt mondom, hogy viszont, hogy ne hagyjátok szezon, amikor már a Szlucsi zárvasz a városi podménykák, a Zsálború futball, hogy a Tárki, a Mizasztrávi Böcsér Kibi, Mizeszka, a Szuper, a Szuperból kimorábbi effektívben a Fitresta, mert ez kis a titikói panasik. Ez az első mérkőzés a szezonnyitóra jó tempós volt, nehéz körülmények között zajlott le. A hazaiak nagyon effektívek voltak, ami óriási bájunk után berúgták a gólokat, és így megnyerték ezt a mérkőzést. Én szabadka kapom állandóan, nagy koncentráció beszélek, és állandóan azt mondom, hogy koncentrálni kell. Igenis koncentrálni kell, mert ilyen gólt, mint amit az első fél idő végén az utolsó pillanatokban akartunk, nem szabad kapni. Egy belőből beívelt szöglet után lemaradtunk az ellenfél játékosáról, ez más mérkőzésen megbosszulhatja magát. Viszont úgy gondolom, hogy a második fél időben megint a mi akaratunk érvényesült, jól jöttünk ki a második fél időre, jó támadásokat vezettünk, tudtunk két gólt szerezni. Én úgy gondoltam, hogy 3-1 után ez egy sima mérkőzés lesz, de sajnos megint egy hiba a védekezésünkben, azt a következményt hozta, hogy idegeskednünk kellett egy kicsit a kiállítás után is azért, hogy megtartsuk a vezetésünket és megtartsuk a 3 pontot itthon. Tehát egyszerűen a jó Pristina, Kudorral az adott pred našou strieľačkou. Nem szeretném védeni a Tomit, de az egész jelenet a terapadik előtt vagyok. Így a pravda, hogy prvý Priština ugyan do kontaktu vyšiel Batine. Tomášu to odpracal, čo by sa nemalo samozrejme stávať, a to bude prieši. Természetesen előre a Batik favorizálta a Tomást, kiprovokálta, ilyen tapasztalt játékosnál ezt nem fordulhat elő, természetesen elmondom a következményeket. Hát én úgy gondolom, hogy kell, hogy önbizalmat adjon a játékosoknak, kell önbizalmat adjon ahhoz, hogy ugye egy csatár problémákról beszélünk folyamatosan, és van is, mert azért szükség lenne mindenféleképpen csatárokra, de meg tudtuk oldani ezt a két mérkőzést, a két mérkőzés alatt tudtunk 7 gólt húgni, és én úgy gondolom, hogy ez a csapatnak az erejét mutatja, azt mutatja, hogy a középpályán a játékosok rengeteget dolgoznak, jó megoldásokat választanak a Gazdi, a Nagy Geri, a Vadósz Krisztián, és elő pedig azok a játékosok, akik lehet
lehetőséget kapnak, megpróbálják bebizonyítani azt, hogy nem véletlenül kerülnek be a csapatba. A Danilo is a Lukácsi országba ezen a mérkőzésen, mert megcsinálta azokat a dolgokat, amiket kértünk, és azt lehet látni mindenkin tulajdonképpen, hogy be szeretne kerülni a csapatba. És ez egy nagyon fontos dolog a csapat életében, mert ezáltal megvan a megfelelő versenyhelyzet, és gondolom azt, hogyha bárki esetleg fáradtság miatt, sérülés miatt, vagy egyéb okok miatt nem tudja játszani, akkor tudunk betenni helyette egy olyan játékost, aki tud nekünk segíteni.